Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Erre megadja a választ itt ez a kártya. A kettes szám utalhat egy szerződésre, de utal párkapcsolatra is, rád és őre. Viszont nincs egy hangban a képpel, mert a képen három személy van. Az azt jelenti, hogy itt valaki a háttérből figyeli az eseményeket, a játékszabályokat, ki hogyan lép, mi a helyzet, és ez a kíváncsi személy, itt a képen egy férfi, de mivel a kártyáknak mindig szimbolikus jelentése is van, ez lehet egy nő is. Tehát valaki figyelget benneteket. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, tehát mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt olyan, mint egy ártatlan kisfiú, kicsit bizonytalan, de mégis látható, hogy nyitott, érzelmekről beszélni, hiszen a kezében ez az arany kehely, az jelenti az érzelmeket. Érzelmekkel közeledik hozzád, ártatlan, tehát megbízhatsz benne. Viszont érezhető, hogy ő kicsit bizonytalan. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, az itt látható, ő a kezébe veszi ezt a botot, és aktív lesz. Ez a bot jelenti a tűz elemét, ami utal az ő bátorságára, a lelkesedésére, a szenvedélyekre is, de itt is megjelenik, mint egy ilyen fiatal fiú, ez jelenti a fiatalos kisugárzását, vagy azt, hogy ő még kicsit bizonytalan. De megvan a bátorsága, hogy kinyíljon itt ez az ajtó, hogy ő egy új irányba tekintsen, ami jelenti a döntéseket, a változásokat. Mivel így ilyen szándékokkal közeledik hozzád, szeretné azt, hogy ez az új irány, ez egy közös jövő legyen. Itt a kép középen azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt megvan ez a varázslatos kisugárzás, megvan a vonzalom kettőtök között. Sőt, én még azt is mondanám, hogy ez a fehér virág, az jelenti azt, hogy itt tisztázódni fog valami. Jelenti a szép gondolatokat, az ártatlanságot is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.